A BCG védőoltás hosszú időre nyújt védelmet a TBC-vel szemben, azonban egy immunológiai folyamat következtében több más betegség kialakulására is hatással van. Dr. Újhelyi János háziorvos szerint a kutatások rámutatnak, hogy az oltás és a hazai átoltottság bizakodásra adhat okot a koronavírus elleni küzdelemben. Tudjuk azt, hogy Magyarországon a BCG, a TBC és a megbetegedés az évtizedek óta nagyon nagy probléma. Ezért itt egy általános BCG oltási kötelezettség van, még a mai napig is újszülöttek kapják meg. Ez egy élő, legyengített kórokozó, ami elindít egyfajta immunmechanizmust, ami különféle, legalábbis a TBC irányában védelmet nyújt a kis gyerekeknek. Ez hosszú ideig él ez a védelem, és mivel ez nem csak a TBC-vel szemben, hanem egy immunológiai mechanizmus révén hat, a mostani megfigyelés az, hogy azok az országokban, ahol nagyszámú BCG oltást adtak, mintha kevesebb ilyen megbetegedés lenne. Ez sok más kezelés mellett ezek a mostani megfigyelések. Azt is olvastam már, hogy vannak országok, ahol ilyen programokat elindítottak. Nálunk nem kell elindítani, mert a lakosság át van oltva ezzel a BCG-vel, ezért még egy kicsit bizakodóbbak is lehetünk. De ezeknek a bizonyossága nem annyira 100%-os, hogy aki BCG-oltást kapott, az mentesül a betegségtől természetesen, hanem ez is egy picin kis adalék, mint azok a gyógyszerek, amiket mostanában próbálnak, hogy ha azt adtak Kínában, meg másút, akkor egy kicsit kevesebb volt a mellékhatás, és hamarabb lezajlott a betegség. Dr. Újhelyi János hozzátette, természetesen az oltás megléten nem jelent teljes védelmet a vírus és a szövődményei ellen, azonban van tudományos alapja annak, hogy a beoltottak számára akár enyhébb lefolyású is lehet a koronavírus okozta megbetegedés.